Nincs könnyű helyzetben a hazai méhészeti ágazat, és nem csak amiatt, mert idén csak a napraforgóból számíthatnak átlagosnak mondható eredményre a szakemberek, az akácnak és a repcének nem kedvezett az időjárás, ráadásul nagyjából másfél éve drasztikus változások következtek be az uniós felvásárlási piacon, ami részben az ukrajnai háborúval, részben a Kínából beömlő hamisított mézzel magyarázható. Az ukrán méz ugye vámmentességet kapott, hatalmas mennyiségben ömlik be az unióba, illetve a kínai méz mennyisége is 50-60%-kal megemelkedett, véget ért egy nagy uniós mézvizsgálat, 4 hónapja hozták nyilvánosságra az adatokat, amelyből kiderült, hogy a például az import kínai méznek közel 80%-a hamis. Emiatt a méhészek őszre nemzetközi demonstrációt szerveznek Brüsszelben. A szakértő szerint idén a jó minőségi hazai méz árának emelkedésére már nem kell készülni. Én nem számítok rá, hiszen van egy határ is, hogy a vásárlók mit tűrnek el. Sajnos a méz nem elsődleges élelmiszer. Mi azt szeretnénk, hogy az legyen, de ha a fogyasztók húznak egy listát, készítenek egy listát, hogy mit kell bevásárolnunk, annak a végén szerepel a méz. Nem csak Magyarországon, az Európai Unióban is. Érezzük az elmúlt egy évben is visszaesett a mézfogyasztás. Magyarországon ezt az Európai Unióban jellemző egyes becslések szerinti 30%-os mézfogyasztási visszaesést Magyarországon mi még, hál' Istennek, nem tapasztaljuk, de sajnos úgy néz ki, hogy a mézár emelkedése nem realitás. Hazánk egyébként méz nagy hatalomnak számít, évente mintegy 20 000 tonnát exportálunk.